Szavaztok, kedves nézőink! Itt vagyunk Novella Flow-val. Sziasztok! És hoztunk egy ilyen izét, ilyen hát, ilyen koffeinmentes hát. Ilyen új hell, és rajta van, hogy koffeinmentes. De nem tudom, hogy mi jár igazából. Koffein nem tartalmaz, tutti frutti ízű, akkor olyan lehet, mint a többi energiát. Nagyon nagy különbség nem lehet közte. De elmondjuk róla a véleményünket. Az illata ugyanolyan, mint a tutti frutti energiátalnak. Szokásosan. Az íze olyan, mint a tutti frutti energiátalnak, csak szerintem kicsit több, de a cukor. Nagyon nagy különbség nincs közte. Csak az, hogy ebbe több cukrot raktak, mint amennyit szoktak. Tehát, hogyha szerintem azért van ez, mert hogyha nincs benne koffein, a cukor azért mégis pörget. Szóval ez egy olyan cuccos, amit koffein érzékenyek is ihatnak. A doboz elég szép. Lágyjuk a vasba. Amikor mi kicsik voltunk, még ilyen fajta hál nem volt. Nem, akkor volt X-et. Akkor mindig kobrát itt. Meg Go. Meg Go-t, ja. Ez jó volt. Amúgy nem vagyok oda annyira a tutti-frutti-s energiátalokkal, de nem volt rossz, szóval. Inkább az epresüdítő. Frissítő. Én megittam. Meg volt benne egy csöpp. Szóval szerintem egész jó. Úgy meg lehet inni, de nem lesz a kedvencem, de azért jó. Neked véleményed? Egyszer meg lehet inni. De nem minden nap. Hát jó. Szóval ez volt a koffeinmentes tutti frutízű hellről a videó. Iratkozzatok föl, lájkoljátok, osszátok, támogassatok, kövessetek Novella Flow-t is, mert Novella Flow befogadott titeket a szívében. Szóval köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Aztán szavaztok.